A Hódmezővásárhelyi Klaus A. Gábor általános iskola alsós tanulói szemmel láthatóan remekül szórakoznak. Pedig amit látunk, az nem csupán játék. A foglalkozás elsődleges célja a nyelvi kompetenciák fejlesztése. A diákok a Csak Lazán című pályázat keretében látogattak el a Juhász Gyula pedagógus képzőkarra. 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő egy nyílt pályázatot írt ki, amelyre a mi iskolánk, a Hódmezővásárhelyi Klaus A. Gábor általános iskola pályázott, és sikeresen is pályázott, ugyanis megnyertünk, 1.800.000 forintot nyertünk ezzel a pályázattal, amelyben 3 napos kiránduláson vettünk részt Budapesten, illetve egy 2 napos kiránduláson, szintén Budapesten, valamint itt egy 1 napos tanulmányi úton, a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula pedagógus képző karán. A foglalkozást Juhász Valéria, a kar főiskolai docense vezette, akinek szakterületébe tartozik a nyelv- és beszédfejlesztés. Jól tudja, hogy a korai életévekben megszerzett kommunikációs tapasztalatok döntő jelentőségűek az anyanyelvi tudatosság kialakulásának szempontjából. Nagyon komplexen gondolkodom az anyanyelvi tudatosság fejlesztéséről, és nyilván nem csak az iskolai nyelvtanról gondolkodunk, rengeteg szókincsfejlesztéses feladat van, és mozgásos gyakorlat összekötve a beszéd a mozgással, koncentrációs gyakorlatok, memória feladatok, és ezek mind egymásba fonódva, egy hihetetlen intenzív, másfél órán vagyunk túl, úgy gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, miközben nagyon elfáradt. Olyan játékokat igyekeztünk hozni azért, amelyek még nem találhatók meg az interneten. Nagyon törekszünk arra, hogy amikor a pedagógusok is jönnek, akkor ők is tudjanak valamit hazavinni ezekből a játékokból. Úgyhogy mindig az alapvetés az, hogy változatosak legyenek a nyelv minden szintjén, tudjuk őket fejleszteni, és a legfontosabb az, hogy a nyelvi tudatos gondolkodásukat kialakítsuk, és akkor egészen a hangoktól, illetve hát a hallástól, a hangoktól, a szavak összetett szó, egyszerű szó, vagy akár mondatszintig is megyünk ilyenkor velük, és ez mind egymásba épül be és fonódva. Legtöbbet mozgással szeretek dolgozni, mert azt ők is jobban élvezik. A foglalkozások levezetésében részt vállal Tradics Márta logopédus is. Nagyon jó hangulatban telt, nagyon jól reagáltak ezekre a játékokra, amiket összeállítottunk, és érezték azt, hogy mikor lehet egy kicsit játékosabbnak lenni, egy kicsit lazábbnak lenni és viccelni, mint például a debbeléses játéknál, és mikor van, amikor nagyon kell, hogy figyeljünk egymásra, mert hogy az a fontos, hogy át tudjuk egymásnak adni mondjuk a ritmusokat. A pályázat keretén belül különböző kompetencia területek fejlesztését céloztuk meg, így benne volt a szép beszéd fejlesztése is, és ezért kerestük meg a Juhász Gyula pedagógus képzőkart, hogy segítsen nekünk egy beszédtechnika foglalkozás levezetésében. Hihetetlen jó másfél óra volt ez, mind a gyerekek és mind mi pedagógusok nagyon élveztük. Rengeteg olyan új játékkal találkoztunk, amit viszünk haza a tarsolyunkba, és tovább fogjuk adni a kollégáinknak, hiszen más gyerekeket is majd fognak tudni ezekkel a játékokkal fejleszteni. Ez a szándékom, hogy a nyelv struktúrájára ráirányítsam a figyelmet, mert hogyha erre ráéreznek, akkor a szövegértésük is jobb lesz, hogy a pici elemekre is figyelni kell, de a nagy egészet is kell érteni, és az idegen nyelvtanulásukat ez nagyon segíti, illetve hát a matematikai gondolkodásba is ez mind beépül. Tehát ennek a most
mostani foglalkozásnak is az volt a fő fókusza, hogy a nyelvi struktúrára irányítsuk rá a figyelmet, és hát ezt nagyon-nagyon jól vették, és rendkívül élvezetes volt velük együtt dolgozni, mert mindig izgulunk, amikor új gyerekekkel találkozunk, hogy, hogy hogyan fogják venni ezeket az új típusú gyakorlatokat, és nagyon jól érezzük most mi is magunkat ettől, hogy sikeres volt. Ilyen beszédfejlesztések voltak, meg olyasmi, és például volt olyan feladat, hogy hogyha egy egyszerű szó volt, akkor körbe kellett fordulni és mondani kellett, hogyha két tagú összetett szó volt, akkor ki kellett raknunk előre a két öklünket, és mondani kellett azt a szót, és hogyha pedig három tagú volt a szó, akkor pedig debelni kellett, és úgy mondani a szót. A játékos feladatok között mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. Nekem az volt, amikor ő ilyen mondott tanárnéni egy szót, és akkor titkos nyelven el kellett, és hát meg kellett csinálni, hogyha mondjuk rövid magánhangzó, akkor tapsolni kellett, hogyha hosszú magánhangzó, akkor meg kettőt, meg ilyenek. Nekem az volt, mikor párba kellett állni, és akkor a két tenyerünket ki kellett rakni, úgy, hogy közben mi háttal vagyunk a vetítő táblának, és a párunk látja, ki voltak vetítve szavak, és minden ujjunkra volt betű rakva ott a táblán, és akkor hát úgy kellett kitalálni, hogy milyen szót mutatott a kezünkön. Nekem az volt a kedvencem, mikor három fős csapatokba kellett állni, és a tanárunkat, Olga nénit el kellett vezetni a kekszhez. Nekem az volt a kedvencem, mikor nagy kört alakítottunk, és akkor a tanárnő mutatott valakire, ő legugolt, és akkor kérdezgetett, hogy mondjunk egy hónapot, vagy egy évszakot, vagy egy fiú nevet, lány nevet, és aki hamarabb mondta, az marad állva, és aki később, az meg legugol, és akkor igen, kiesett. A foglalkozásokból kivették a részüket a pedagógusok is, szívesen beálltak a játékokba. Ha erre nyitott pedagógusokkal találkozunk, akkor reméljük, hogy ez a későbbiekben meg is fog jelenni, és most itt erről már szó is volt, úgyhogy bízom benne, hogy előfordul majd, hogy tovább is adják a többi pedagógusnak is, és azon keresztül is bármilyen órába be lehet építeni. Tehát a nyelvi fejlesztésnek én azt gondolom, hogy nagyon fontos háttere az, hogy nem csak a nyelvtan és irodalom órán kell a nyelvet fejleszteni, hanem ugyanúgy földrajz történelem órába is beépíthetőek ezek a gyakorlatok. Nagyon szerencsések lehetünk, ugyanis nagyon jó gyerekekkel dolgozunk együtt, mindennek tudnak örülni, és ezt is nagy örömmel várták, és nagy kíváncsisággal. Úgy láttam, hogy nagyon tetszett nekik az óra, és hogy bármikor szívesen részt vesznek egy ugyanilyen foglalkozáson. Ezek a játékok nem csak a szép beszédet fejlesztették, hanem a logikai gondolkodást, a figyelmet, a hallást, tehát rengeteg olyan plusz fejlesztési területet céloztak meg, amivel a gyerekek fejlődését még jobban elő tudták segíteni. Súlyú!
korlátilag a tananyagot vesszük, csak nem papír és ceruza segítségével dolgozunk, hanem ténylegesen élményszerűen gyakoroljuk azt, amit majd aztán később jól kell tudniuk. És azt hiszem, hogy ettől válik igazán beépíthetővé, hogy nem más csinálunk, mint ami a tananyag, hanem pont ugyanazt, csak a gyerekek számára is jobban fogadhatóvá tesszük. A nyelvi tudatosság fejlesztéséhez elengedhetetlen a motiváció és a sikerélmény. A Klauzál Gábor általános iskola tanulói egyikből sem szenvedtek hiányt a foglalkozásokon.